A pedagógus pályán sok szép pillanat van. Az egyik ilyen, amikor a tanítvánnyal sikerül elérnünk egy kitűzött célt. Az eredmények azt mutatják, ezt a célt az elmúlt tanévben is sokan elérték, mondta köszöntőjében Schmidt Istvánné, az Oktatási Hivatal, EGRI Pedagógiai Oktatási Központjának főosztályvezetője. Hozzátette, ma már külön tartanak díjátadót az általános és középiskolásoknak. Ez is azt bizonyítja, hogy sok tehetséges gyerek van Heves megyében. 1993 óta minden évben oklevéllel tüntetik ki azokat a tanulókat és felkészítő tanáraikat, akik a tanulmányi versenyek megyei fordulóin első, vagy országos döntőben az első 10-ben végeznek. 17 éve két kategóriában vándorsellegeket is átadnak ezen a napon, melyet a tanulmányi versenyeken legeredményesebben szereplő középiskolák kapnak munkájuk elismeréseként. A gimnáziumok között sorrendben harmadszor az EGRI Szilágyi Erzsébet gimnázium, míg a legjobb több célú középfokú intézmény kategóriában szintén sorrendben harmadszor az EGRI Neumann János Középiskola és Kollégium lett a győztes. Mindkét intézmény így végleg elnyerte a kupát. A Horváth László korábbi kormány megbízott által alapított legeredményesebb tehetséggondozó pedagógusnak járó emlékplakettet ebben a tanévben Ikládiné Rácz Gyöngyi, az Andrássy György, katolikus közgazdasági középiskola pedagógusa kapta.